Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis 110. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai epizódban a Végjáték című 2013-as kifivel fogjuk folytatni a podcastünket. Egy háborús taktikai kiképző filmmel jelentkezünk a mai epizódban, ahol közösen ismét megmentjük a földet a félelmetes földön kívüliek támadásától. Ebben lesz segítségemre állandó katonai tanácsadónk, Pécsi Géza. Szia Géza! Sziasztok! És itt van velünk egyenesen a Formig bolygó körül keringő támaszpontról, Vince Miklós, szia Miki! Sziasztok! Ez a Parallaxis 7. évadának befejező utolsó 20. része, ugye majd augusztusban már fogunk jönni a 8. évaddal, és ezen felül el kell, hogy mondjam nektek és a kedves hallgatóknak is, hogy ez az utolsó podcast, hogy ilyen felállásban hallhattok minket, ugyanis az említett augusztus végén induló 8. évadtól kezdve hármunk közül csak ketten fogunk visszatérni, a műsor végén fog kiderülni, hogy ki az, aki már nem fog visszatérni a nyolcadik évad során. Úgyhogy tartsatok velünk. Mielőtt azonban belekezdenénk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint ennek a podcastnek a hosszabb, exkluzívabb változatáját fizessetek el a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Na, még mielőtt rátérnénk a mai filmünkre... Géza felé fordulok itt a és térben, mert én úgy tudom, hogy neked van valamilyen régre visszanyúló kapcsolatod a nemrég kiválasztott űrhajós programban a Kapu Tibor és az ő tartalékosa Cserényi Gyula, ugye ez, ez nemrég napokba került, lett hivatalos, hogy ő a két űrhajósa, aki ugye menni fog, illetve a tartalékosa, hogy neked, ha minden igaz, tankörtársad volt a, a Kapu Tibor? Igen, igen, tehát ezt, ezt jól tudod, ez, ez úgy volt, utazzunk vissza az időben 2010-be, amikor is én a Budapesti Műszaki és Gazdaság, Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki alapszakára felvételt nyertem, és a gólyatáborba utaztam nyáron, ami káptalan füleden volt, Ekkor beosztottak minket tankörökbe, és mi a G1-es tankör voltunk, ugyanebben a tankörbe járt Kaputibor is sajnálatos módon nem lettünk barátok, tehát én nem sokat beszéltem vele az egyetemen, viszont elmondhatom, hogy ismertem, együtt jártunk órára, lehet, hogy beszélgettünk is. Figyelj csak, Géza, most érdekes, hogy engem a sztoriból a dolognak a legjelentéktelenebb aspektusa ragad meg ilyen eltésként, hogy ezek a tankörök létrejönnek a gólyatáborba, és akkor onnantól ezek létező egységek? Vagy ez csak a gólyatábor idejére korlátozódik? De te a gólyatáborban meg miért lenne tankör? Hát a gólyatáborban inni kell, meg hülyeségeket csinálni, nem tanulni. Így bírták kezelni, ugye nagyon sok ember volt a gólyatáborban, és akkor beosztottak minket ilyen csoportokra, és hát úgy, például úgy voltak feladatok, meg ilyenek. Alapvetően egyébként nekem ez annyira nem is tetszett, ez a túl túlít a testet, mert nagyon túl volt tolva. Igen, egyébként az is durva, hogy 18 éves korukig az emberek elméletileg nem ihatnak és aztán hirtelen, hop elküldik őket egy táborba, <laughs> Ez minden, minden, korábbi előkészítés nélkül a mélyvíz effektus. Hát, hogyha én nem ittam volna előtte, akkor katasztrófa lett volna és kórház. Tehát... mint ez nem azért mondom, mintha tudnám, hogy a ti esetekben konkrétan mi történt, hanem a golyatábor mint jelenség úgy általában. Ez, <laughs> hát ez a nem, nem eszelési szól az előbb-utóbb, tehát főleg egy olyan szervezetnél, amelyik nem szokta ugye az alkoholnak az, a, az. a, a, a hátrányos hatásait, az, az azért ki tud hozni az emberből sok mindent. Maradjunk ennyiben. Minden esetre kapu Tiborotam tankörtársam volt, képzétek el. És egy igazi űrhajós, aki még akkor nem is volt űrhajós, az a Gólyatábori körülmények között is egy tip-top összeszedett ember maradt. Ez így van. És ezt megerősítheted? Ez így van. Ez már nagyon annyira bulvár, annyira bulvár. Ez, ez, ez nagyon már. bulvár egyébként, most már nagyon ilyen blik magasságú vagyunk, hogy Mindjárt ki fog jönni majd egy méségekbe, hogy, hogy kaputibor a gólyatáborban semmi volt. És akkor tudod ez a... Eleget. Ilyen, eleget. Na, de egyébként ez nem így van, mert utána ő például szenior is lett, ugye, akik szervezik a gólyatábort, meg mindent, tehát ő beállt ebbe a gárdába meg koleszos is volt, és ezért a kollégiumban sem. A kollégiumnál jobb előkészítést a nemzetközi űrállomásra, az meg, bocsánat, nem, nem, tehát ugye összezárt emberek, büdös zoknik, folyamatos kompromisszumok, egy zuhanyzó van, kicsi hely, rendetlenség, közben dolgozni is kell, laptopok szétdobálva mindenhol, tehát ez gyakorlatilag az ISS előképe. A Sönherz vagy a Kármán kollégium. A Kármán kollégium. És ugye ez már, ez már azért a szolid verzió, mert én úgy hallottam, hogy régen az még keményebb volt. <laughs> tehát ott még gyermek is született, meg ö, kis is szétszedtek és összeraktak egy folyosón. É, hát én is hallottam, hogy vannak azóta is olyan megoldatlan talánjai a világnak, hogy tehát, hogy nem a Schönherz kupa keretében, és nem is biztos, hogy egy Magyarországi Egyetemen, de hogy ilyen rejtélyek, hogy összeszereltek egy autót egy, olyan terem belsejében, ahol ez elméletileg geometriailag még szétszedve se lenne lehetséges. Tehát, hogy nem lehet meg lehet integrálásra ugye oldani ezeket a problémákat, hogy, hogy izé milyen hosszú létrával lehet befordulni a folyosón, meg biztos ti is számoltatok ezer ilyen feladatot, de, de, hogy, de hogy ott vannak olyan talányok, hogy melyik sem érti senki, hogy hogyan vitték be. Én ezt úgy tudom, hogy egy folyosón rakták össze konkrétan, és be is indították, és végigmentek vele a folyosón. Elképesztő. De biztos van olyan hallgató, aki ezt, ezt meg tudja Igen, és akkor azokat a hallgatók számolni. írják is be a mindenféle BMS és egyéb Sönherz kupás és hasonló történetek neked űrhajózástól függetlenül, például a villamosok kiugrasztását a sínről, ami ugye szintén egy bevert praktika volt, így van. Ugye, amikor egyszerre ugrándozik az évfolyam a megfelelő rezonanciába hozva a villamost, hogy gyakorlatilag kiugro, kiugorjon a sínről, és hát ez egy igen. nem egyszer és nem kétszer megtörtént ilyen, szóval hát igen, a fiatalság csodákra képes, akár le is győzhet egy idegen ami jön, hogy meghordítsa a Földet. Ha? Én egyébként nagyon büszke vagyok, hogy az egyetem, egyetememről kerül ki egy ember, a magyar, második magyar űrhajós, és ugye ahogy megmondták, hogy ugye nem csak egészségügyileg kell megfelelni és pszichológiailag, hanem azok, azoknak a, a hasznos és használható tudományoknak is a kéznél kell lenni ennél az embernél, amik szóba jöhetnek ugye egy ISSZ en tartózkodás során. Én büszke lehetek, nekem már ennyi elég. És nagyon is kapcsolódik szerintem ez a űrhajós kiválasztás, Hunor program a filmhez, mert tulajdonképpen itt, az, itt ugyanez történik. Viszont én kettő kérdést tennék föl így az elején. Miért gyerekekkel csinálják ezt az egészet? Semmi értelme nincsen, hogy gyerekek legyenek. Kettő pedig, ugye ennek a magyar címe végjáték, Ender's Game, és ugye tudjuk, hogy az Ender az egyébként egy török név, ami egyébként törökül azt jelenti, hogy iszonyatosan ritka, tehát ez a kisgyerek, aki a, aki a főszereplő, Őt úgy hívják, hogy Ender, méghozzá Ace a Butterfield játsza. Hogyha az angolok is szójátékba kezdnek, hogy Ender's Game lehet az is, hogy ez ennek a srácnak a játéka, mert végül is az. Te az is lehet, hogy Ender, ugye az ugye a, a beszélő név, hogy ő, ő az egész hangya civilizációnak az elpusztítója. Tehát ő egy, ő egy pusztító. Aki, be, aki bevégzi. Viszont... Bevégeztet. Aki azonban a végén, Noéként végül is. Vi, Viszont neki a neve, ugye az Ender, ami egy török név, ami a nagyon ritkát is jelenti, tehát ez, ez nem tudom, hogy itt mi volt a logika, viszont ezt magyar lefordította végétékre, amit én nem értem, hogy ez hogy sikerült. Hát úgy, hogy nem mélyedtek el. Most az az érdekes kérdés, bár egyébként egy kicsit most az immédiás resz volt, mert szegény hallgatók nem nagyon tudják, hogy miről beszélünk. Viszont tény, hogy egy ugyanilyen című könyvből készült, és azt kéne gyorsan, nagyon gyorsan kideríteni, hogy ezt az Orson Scott Card által írt 1985-ös könyvet, magyarul milyen címen jelentették meg, és csak ugyan végjáték címen. Csak hát ugye az a baj, hogy ez nem, ez nem dönti el a kérdést, mert magyarul a könyvet pont akkor adták ki, mint a filmet. Tehát magyarul nem létezett a könyvnek fordítása korábban, tehát a könyv, az Orson Scott Card könyve, az végjáték címen jelent meg magyarul, de pontosan a film premierjével együtt időzítve, úgyhogy rejtély. Akkor nem lehet tudni, hogy a Tyúk, vagy a tojás. Nem, nem, lehet, igen, így, így van, tehát magyarul de az nem, Enders nem, nem lehet tudni, hogy nem a Game pedig nem azt jelenti, hogy végjáték. Persze, hogy tehát nem. A tükör fordítani akarsz, az Enders Game az a... a befejező játéka. A pusztítók játéka, vagy csak, csak de az csak nem a, a végjáték. Azt, így van, én csak, a felelősök, az az én csak a felelősök körét próbáltam leszűkíteni, hogy vajon már a regény rosszul volt-e magyarra fordítva, vagy csak a film, de megállapítottam gyorsan, hogy ezt a kérdést jelen pillanatban nem tudjuk eldönteni, mert ugyanakkor jött ki magyarul a kettő. Vissza fogunk még erre a tényleg egy gyors, egy rövid szinopszist, hogy mindenki kibe kerüljön, hogy nekünk van már a már emlegetett főszereplőnk Ender, aki egy ifjú, tehetséges gyermek, sőt elküldenek egy katonai űrállomásra, ahol kiképzik több más fiatallal együtt, hogy megakadályozzanak egy jövőbeli potenciális földön kívüli támadást. Még mielőtt belemennénk a címbe, vagy visszatérünk rá, Mik voltak az első benyomásaitok a filmmel kapcsolatban? Láttátok ezt korábban? Mert ugye említettük, ez 2013-as megjelenésű. Én most láttam. Én is. Én is most láttam először. Tehát az a 11 éves késés. Én is most láttam először, úgyhogy ez kimaradt. Ez kimaradt. Pedig ez egy híres film, a feleségem látta korábban. És ő el is spoilerezte nekem, mert egyébként a filmnek a fő csavarja a számomra teljesen váratlan volt, még így is, hogy ő el spoilerezte az történik, hogy 2013-ban még a legjobb CGI és pont úgy néz ki, mint egy videójáték. És emiatt ugye az a filmnek a nagy csavarja, spoiler, 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 ugye, hogy miért képzik ki a katonai ürelemesokat, ezek ezeket a gyerekeket? Hát azért, mert van egy a magyar fordítás szerint hongy nevű faj, ami egy űrbeli invazív faj, ami tényleg ilyen ízeltlábú szerű lények, akik jönnek leigázni a Földet. 50 évvel ezelőtt is jöttek, de akkor visszaverte őket egy szuperhős, és akkor jól eltűntek. De jött a, de a preventív védekezés szellemében, a hatnapos háború legjobb izé, tanulságait felhasználva, azonnal azt, azt mondják itt, hogy hát még mielőtt újra összeszedi magát az ellenség, gyorsan meg kell őket lepni egy támadással. És 50 év alatt, ugye itt erre, számítógépes játékon ki, kinevelt, és, és szerintem azért, mert jók a reflexeik, meg ők eleve ebben szocializálódtak, azért gyerekek. Szóval, hogy, hogy ő, őket csoda gyerekekből verbúválnak egy különítményt, akik azt hiszik, hogy egy szimulációban vesznek részt, és közben kiderül, hogy a végén hurrá, 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 azt hiszik, hogy jaj, de jó, megnyertük a szimulációt. Ja, nem. Kiírtottál egy bolygónyi fajt. Egy teljes civilizációt kiirtottál, úgy, hogy nem is tudtál róla. De, szerint, de szerintem nem ez a csavar a filmbe. Ez a csavar a filmben. Nem az a csavar, hogy a gyerek utána megmenti a, a fajt, és a, a, a ah, Ó, Az már a az már második csavar, igen. De az az érdekes, hogy és ezzel mondom, hogy, hogy mivel a 2013-as CGI technika azt tényleg nem teszi lehetővé, hogy azt mondta, hogy hát ez úgy néz ki, mint egy számítógépes játék, de amúgy is úgy néz ki a film, mint egy számítógépes játék. Tehát simán beveszett, hogy, hogy a gyerekek joggal hiszik azt, hogy egy szimulációban vesznek részt, mert pont úgy néz ki, de amúgy az a valóság. Hoppá. Nagyon durva. Ez óriási dilemmák ezek, tehát nagy morális dilemmák vannak ebben a filmben. Igen, és az első közt, amit már Gézete már, már be is pedzegette, hogy ugye miért gyerekeket képeznek ki. Van erre azért egy ilyen kis vékony indoka a filmnek, de eléggé rezeg a léc, úgy érzem legalábbis. Volt itt arról szó, hogy igen, hogy már ebbe szocializálódtak, és tablettel a kezébe születik a gyerek és a reflexeik. Még ezt oké, és tudom fogadni, de tehát nyilván azért képeznek ki katonákat is, hogy éveken keresztül, vagy bármit, azért gyakorol az ember éveken keresztül fejleszti a képességét, hogy ugye egyre jobb és jobb legyen. Tehát nekik nincs annyi idejük, vagy nem volt annyi idejük, nem volt annyi évük, hogy ezeket a képességeiket polírozni tudják, és, a és maximumra járatni. Azt már bele hogy őket ugye elkezdik a filmnek mondjuk a, a, az első felébe ilyen fegyveres, gravitációs fegyveres harcra lövöldözni, és a végén ő igazából egy hajó, egy, egy hadsereg, tehát hogy te teljesen más jellegű do dolgokat kellene tanítani akkor. Nem, nem ezt, ezt nem tudom hova tenni. Nem értek azzal egyet, hogy itt a nagyon jó számítógépes játékos embereket keresik, mert pont, hogy az Endernél azt figyelik, hogy ő hogy áll bosszút, meg hogy milyen taktikája van a való életben, hogy veri szét azt a gyereket, akibe akarja őt fenyíteni többször. Az már egy magasabb szint. Tehát nyilván a belépő szint az, hogy jó kell lenni ezekben a játékokban, és ugye mondják is, hogy kifejezetten célelvűen ezt a generációt már úgy nevelik föl. Konkrétan az egész család benne van ebbe az utánpótlás nevelő programba, ugye, hiszen az embernek mindkét, a tesói is részt vesznek ebben, a bátyja Peter az konkrétan ugye fölmerül, mint korábbi nagy parancsnok jelölt. Ez egyfajta hát, tudatos utánpótlás nevelés, de, de hogy ez a gyerekkorba kezdődik, a számítógépes játékokkal, amit tudatosan a hadsereg úgy terít szét a nagy világban hogy minden gyerek ezzel játszon. Tehát valószínűleg itt azért uh, nyilván a regényt kellett volna elolvasni, de itt biztos egy csomó, csomó szint van, amin átlép, a, amin végigmentek ezek a gyerekek. Mire fölmerült az, hogy azonkon felül, hogy nyilván amúgy jobbak az ezekben a játékokban, meg jobbak a reflexeik, mint amúgy bármelyik másik felnőttnek, de még ezen kívül valóban a vezetői skilleket is nézni kell már, de úgy tűnik, hogy az már azon fölül van szerintem, és hát a gyerekek ebben szemben felnevelve, és egyszerűen ennyi idő telt el azóta, hogy elkezdődött ez a nevelő program. Tehát, hogy az van, hogy ezek még nem nőttek meg elég nagyra. És lehet, hogy meg akarták volna várni, amíg megnőnek, csak közben tapasztalták, hogy ezek a hangyoknál olyan gyanús csapatmozgások vannak, meg építik az űrflottájukat, meg minden, ami nem, tűr, nem tűri meg azt, hogy még húsz évet várjanak azzal, hogy, hogy ezért... <laughs> Igen, mert van ez, a, van ez a ominózus mondat, amit az a nőci mond, amikor még fönn vannak az űrállomáson, hogy most már nincs betilt, vagy 15 év alatti katonákat toborozzunk. Egyébként tudod, mikor volt ilyen a második világháború végnapjaiban, a harmadik birodalomban, amikor a harmadik birodalom lényegében már Berlinre terjedt ki, meg annak a környékére, de, de ezek az idióták még mindig nem adták meg magukat, viszont tizenéves gyerekeket öltöztettek be katonának, hogy ott. Na és akkor erre meg is mondja a Harrison Ford karaktere, hogy hát az ilyen morális, most háború van, meg kell nyerni, az ilyen morális dilemmákkal meg majd, majd izé, hogy helyesen cselekedtünk e hogy ilyen szegény gyerekeket, neked vettük a gyerekkorát, és izé kiküldtük őket a harctérre ezen majd utána, majd, a, majd a béke, békeidőben időben majd elmeregünk ezeken. Igen, tehát azért van itt egy, egy, ilyen nem, nem elhanyagolható morális kérdés itt az egész körül, tehát hogy igen, ez maga, hogy gyerekeket küldeni, meg 15 éveseket, meg ilyesmi, de még ráadásul nem is arról van szó, hogy nem mondják nekik, hogy oké, okay, ez van, itt van az a fegyver, menjél, és akkor lövöldözzél. Nem, ráadásul azt mondják, hogy mennyi nyugodtan, ez csak játék, ez nem, ez nem, valóság, ez csak egy szimuláció, semmi baj, mennyire lövöldözzél. Na ez durva, hogy a saját főparancsnokukat átvágják. És akkor ráadásul, ja, amúgy nem. <laughs> Igen, hogy csinál a csávó egy nukleáris holokausztot, és akkor kérdezi a közelképeken, hogy hát ezek miért vannak benne a szimulációban ezek a képek, a hiroshima idéző felperzselt városokról, meg minden izé. És akkor hát el kell mondanunk valamit. Ez nem egy szimuláció. Igen, tehát ugye a végén az azt, azt kérdezhetné, hogy nem tudom, Ö, első vagyok a, a pont táblán, a high score on mennyi lett, hogy... De meg is hagyja a választ, azért, mert hogyha tudta volna, hogy ez igazi, akkor máshogy játszott volna. És ugye ez a filmnek a jelmondata, ami marha mély és tök jó idézet, hogyha le akarsz küzdeni valami, valakit, ugye, és ahhoz meg kell tanulnod, hogy milyen, nagyon alaposan az ellenfeledet, de mire megtanulod, már meg nem tudod, hogy ne szeresd is meg egyszerre. Én is tudok olyanokat, akik, mit tudom én, a második világháborús. Németországi harmadik birodalmi fegyverkezésben, meg ilyesmikben így abszolút elmélyültek, meg minden. De annyira izé, beteges csodálattal szemlélik már a végén ezeket, amiket csináltak annak idején a nácik, hogy már már tényleg felmerül az ember, hogy hát ez már talán már szimpátiával határos. Ugye? Tehát ez, ez egy. Ezt ti biztos, ti is tapasztaltatok ilyet, nem? Hogyha valaki nagy Oroszország, Kína, akármi szakértő, akkor, akkor az nem tudja egyszerűen. Nem tud egyszerűen közömbös lenni, mert nem, nem is lehet olyan szinten művelni ezeket a dolgokat. Aki hangyszakértővé válik, az vagy pszichopata, vagy, ne, vagy, vagy nem nagyon lesz a hangyoknak a mészárosa. Na de azt magyarázzátok meg nekem, hogy itt van ez a Mazer Rekem, aki videók alapján, ugye ő volt az, aki egyszer legyőzte ezeket a hangyokat, úgyhogy kilőtte ezt a hangyok királynőnek az űrhajóját, és amikor már a az Ender kijut erre, valahol messze van, mert hibernálva megy oda a többiekkel együtt, ugye a hangyoknak a bolygójához és ahhoz, ahhoz, közel. Ez hát, egy öregségére, meg veteránságára kicsit meghibbant az agyam az embernek, vagy nem értem, hogy hogyha ezt lehet szimulációba harcolni, akkor még gyerekekkel szimuláltatnak. Értitek? És akkor ott van ez a vonal, hogy ő neki be van tetoválva a feje, mert hogy ő Maori. maui, és hogy a havajon így az apjával tud kapcsolatba kerülni. Na, én a kellett egy mert... gyerek, aki meg úgy köszön, hogy a alaikum, tehát hogy ezzel is. Az azért kellett, hogy mindenki lássa, hogy itt az emberiséget egységbe forrasztotta már, már a közös ellenség, ugye a hangyok maguk. És hát ez így is van. A hidegháború idején elég gyakran felmerült érvként, hogy hát, hogy, hogy izé a szovjetek, az amerikaiak itt gyepálják egymást, itt fegyverkezési verseny, meg minden. De hogyha lenne közös ellenség, amit ugye a második világháborúban szolgáltatott a náci Németország, de, de ennél már fejlettebb kellene, ugye? Egy, egy földön kívüli, hogyha lenne egy földönkívüli invázió, akkor azonnal kitörne a világ világbéke. Itt végül is ez megtörténik már, tehát a filmben nem hallunk arról, hogy lennének a Földön bármilyen konfliktusok. Tehát úgy tűnik, hogy ez a recept ez mű működni látszik ebben a jövőkében. Az viszont nagyon jó, hogy mondod, hogy ez egy messzelevő levő exobolygó, ahol laknak ezek. Hibernálva kell oda utazni. A ránézésre szerintem nukleáris rakétahajtóművekkel mennek ezek. Ugye, már akkor már tudományozzunk, hogy milyen rakétákkal közlekednek ebben a filmben. Szerintem, ugye megint az van, hogy van egy utaskabin, van egy nagyon hosszú űrhajó test és a végén hajtóművek. Ezt valószínűleg az indokolja, hogy a kabin és a rakétahajtómű között van egy hosszú-hosszú rács szerkezet, hogy az embereket még akkor is, ha mindenféle ólommal el vannak barikádozva, a sugárforrástól minél messzebb tartsák, ez arra utal számomra, hogy, hogy ez egy nukleáris hajtóanyagú rakéta lehet, amelyel mondjuk egy közeli csillagig el lehetne jutni, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, és mondjuk a hangyok bolygója, tegyük fel, hogy a legközelebbi csillag körül van, mondjuk a hangyokról kiderül, hogy a Proxima Centauri Bén laknak, ami a legközelebbi csillag körül le levő, legközelebbi földszerű, potenciálisan lakható exobolygó, az ugye négy fényévnyire van, vagy négy egész kevés. Hát, hogyha nagyon összeszedjük magunkat, egy ilyen hajtóművel, felszerelt cuccal, folyamatos atombomba-robbantásokkal lökve előre az űrhajót, ami tervek egyébként léteztek 60-70-es években, csak érthető okok miatt az Orion például. Az Orion terv az ilyen volt, puf, 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 kilökött hátra, mennek előre. Érthető okok miatt ezt abba hagyták annak idején. De! Ha lett volna ilyen, akkor én szerintem azzal mondjuk 80 év alatt, tehát egy huszat, igen, egy fénysebességre mondjuk fel lehetne gyorsulni. 80 év alatt lehetne oda jutni. Tehát ezek messze laknak, ezek a hangyok hibernálják a gyerekeket, közben már mindenki megöregedett a Földön. Na igen. Ez nem derül ki a filmből, de valószínűleg így van. Bocsánat, csak annyi még, hogy... De hogy nem annyira. Nem annyira, bár, mert ugye van kommunikáció. Science fiction nagyvonalúságával, akkor mondjuk, hogy öt év alatt odaér... Nem, nem. Né négy évnél gyorsabban nem érhettek oda, tehát fene-fene elszik is. Itt ezek nem mennek fénysebességhez annyira közel sebességgel. Mondjuk, hogy valami csoda folytán, mégis mással ment a rakéta, tudod mit? És akkor elérték a fél fénysebességet, és 8 év alatt értek oda. Annál többet nem engedek. Amúgy érdekes, hogy mintha gondolatátvitel, az gyorsabb lenne, mint a fénysebesség. Minthogyha gondolatátvitellel, akkor is lenne kapcsolata ezzel a Valentine nevű tesóval, ugye? Amikor fény évekre van. Igen, igen. De hát ezt ki lehet domálni ez a pszichológia. És hogy hogy lassítanak amúgy hát, ezzel, hogy... A, hogy hogy lassítanának ezzel az atom meghajtású súlyó, vagy megfordulnak is. Fékezőrakétaként használva ugyan. De ez logikus, egyébként jogos, hogy ugye ezzel, persze, hogyha mondjuk a feléig gyorsítasz, és megfordítod a felénél, elkezdesz ugyanannyira lassítani, akkor persze, már pedig ezt kell csinálni, érted? mert ugye pályára kell állni a hangyok bolygója körül, vagy legalábbis jól megközelíteni, szóval ez azt jelenti, hogy az átlagsebesség akkor itt a csúcssebességnek az a fele lesz. Tehát ez nem 80, hanem 160. Igen. Egy biztos, hogy azt akartam csak ezzel mondani, hogy ezek nagyon messze laknak ezek a hangyok, tehát ez egy nagyon preventív háború volt, tehát nem az volt, hogy ezek itt már egy külső naprendszerbe itt zsömbörögtek, érted? De, és ettől... Nem, De nem. Nekem, nekem az utazás akkor sem jön össze, szóval a filmben én nekem semmi nem utalt arra, hogy hogy ennyi év eltelt, ahol, ahogy most több beszéltük, hogy minimum éveknek, hosszú-hosszú év, évek, inkább évtizedekről beszélünk akkor is, hogyha a legközelebbi csillagrendszerhez kellene átogatni, és oké, okay, le vannak, hibernát állapotban vannak, és akkor még akkor azt is engedjük meg, hogy megközelítik a, a fénysebességet, de pont az a baj, nem? Hogy akkor viszont az idő ö, idődilatációs egyre jobban... De akkor persze, az nekik jó, megnő. Degem. És annál több idő fog eltelni a Földön. A, a Földön. Fel, de így van, így van, így van. Igen. De most az idődilatációs effektusok, azok ami, ahhoz tényleg nagyon közel kell menni a fényhez, hogy számottevők legyenek. Tehát hogyha megnézed ezt a képletet, amiből kijön, most elveszítjük a hallgatóság felét, mindegy. <laughs> De a hallgatók azért itt maradnak, csak azért, hogy megtudják a végén, hogy miért nem folytatjuk majd a jövő évattól ebben a felállásban. Na, szóval a lényeg, hogy... Jó van, Miki, tudjuk, hogy nem leszel itt, nem kell ennyit mondani. Na, tehát. Mondd el utoljára, Miki, amit szeretne, és akkor... Jó, igen, így van, tehát az utolsó adás jogán szétrolkodhatom az egészet, úgyhogy ne szenektek gyök alatt az 1 mínusz V négyzet per C négyzet, ahol V az űrhajó sebessége és C a fénysebesség. Ugye ezzel a tényezővel arányos az idődilatáció mértéke, vagyis a relatív mert időtartam megváltozása a földi rendszer, meg a mozgó rendszer között. Na most, ez a gyök alatt 1 V négyzet per C négyzet, ez akkor lesz egytől tevően különböző érték, hogyha a V az tényleg baromi nagy, tehát mondjuk 9 tized fénysebesség, vagy még annál is nagyobb, de ha csak fél fénysebességgel megy az űrhajód, akkor azt mondom, hogy, hogy első közelítésben nyugodtan hanyagold el az idődilatációt, aki nem hiszi, számoljon utána. De mi van, hogyha az a nő, az a felnőtt, aki úgy néz ki, mint a Valentine, az a Valentine-nak az űrkunokája? Ne szórakozz! Na, de, most, de most ezt itt hagyom. Oké. Okay. Másik kérdésem, ami nekem feltűnt a filmbe. Hát <laughs> ekkora troll! <laughs> amikor felszállnak, ugye a földre, az alapból fura ilyen, ilyen sportautó kinézetű űrhajóval mennek fölme az űrállomásra is, ami számomra kicsit hagy maga után kívánni valót, de se baj. Hagyj maga után. Némik Hogyha megnéztétek, mögötte van egy hegy, egy nagy hegy. És én egyszerű mérnök létemre, én úgy tudom, hogy ugye onnan érdemes űrhajót indítani, ami a Egyenítőz van közel, mert ott a legnagyobb a földnek az átmérője, ezáltal ott a legnagyobb a kerületi sebesség, sebessége, ezért hozzáadódik az indítási sebességhez a föld keringési sebessége. Na most ez nagyon úgy nézett ki ebbe a filmben, hogy ott meg ilyen Himalája környékéről indították őket. Tehát, hogy... figyelj, figyelj, most mondok egy jót, hogy, hogy a Himalája aznak a legmagasabb a tengerszint feletti magassága, de nem a Himalája csúcsa van a legmesszebb a föld középpontjától. Azt szerintem ebben a műsorban is megbeszéltük hanem a csimborázó nevű csúcs. Ugye a csimborázó nevű hegycsúcs, ami Ekvádorban van, hoppá! Aha. Tehát az egyenlítőn, és éppen azért, mert az egyenlítőn van, a, 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 te igaz, hogy a tengerszint fölött csak 6200 valamennyi méteres, de mivel a Föld lapult, ugye? Ah. Tehát az ezért, hogyha a csimborázó tetején állsz, akkor a föld középpontjától te messzebb vagy, mint amikor a Himalája tetején állsz. Ebben sosem gondoltam te bele. Tehát a legnagyobb a kerületi sebesség? Magyarul. Igen, és konkrétan ott hegyek vannak, de tök jó, hogy mondod, mert magamtól meg se fordult a fejemben, de ilyen értelemben lehet az a csimborázó is, vagy valamelyik hasonló egyenlítői magas hegység, ahol egyrészt nem elég az egyenlítőn vagy, tehát a legnagyobb a kerületi sebesség, de még a legmagasabban is vagy ilyen értelemben, gravitációs Sőt, értelemben. Sőt, még ritkább is a légkör. Ráadás. És 6 kilométert már le is lehet spórolni az útból. Hát ja, ja, csak azért, hogy oda felhordani egy űrközpontnak az összes utcát. Ugye felmerül a kérdés, hogy tényleg, hogy, nincs jobb hely a világon, mint ezek, miért nem onnan indítják a rakétákat? Hát... Például azért, mert baromi nehéz őket megközelíteni. Tehát az amerikaiak is már azzal, hogy Floridából kell a rakétát indítani, érted, mit Vednek. Van olyan rakétafokozat, amit Kaliforniában szerelnek össze, de túl nagy ahhoz, hogy átvidegyék közúton, úgyhogy a Panama csatornán keresztül kell körbevinni, hogy Floridából föl tudják küldeni a rakétát, mert másképp nem megy. Tehát ez akkor képzeld el, hogy most ezzel mennyi szívás van, de akkor még egy hegyre is föl kéne vinni. Nem mindegy. De viszont baromi jól néz ki. Azért lássuk be, hogy a, a, íze, a, magas hegyi rakétaindítások, amiket a filmben láttunk, azért az elég jó. Figyelj, rájöttem erre is most így hirtelen. Köztudott, hogy ezek a hangyok ilyen Köztudott. járatokat válnak. <gül> Köztudott! <gül> járatokat válnak, mert ők ugye hangyák, így élnek. Ja. És mi van, hogyha ők ugye a földre azért jöttek már egyszer, hogy itt létrehozzanak egy hangy kolóniát, és pont az ekvadori csimbarazó hegységre szálltak le, és ott lefúrtak egy olyat, hogy pont leértek alulra, és ott elfúrtak vízszintesen, és az embereknek csak egy liftet kellett odaépíteni, és itt a megoldás. Valójában azért búcsúzunk ilyen felállásban, mert a Géza Világa című új podcast indul szeptembertől. <laughs> <laughs> nem, egyébként ugye ezek az hangyok valamiért a vízért jönnek. Amúgy ez tök érdekes, mert a vízről amúgy úgy tűnik, hogy meglepően gyakori a naprendszerben. Igen, erre van. Van valami indok a film során? Vagy csak, nem, hogy... Hát az, hogy a víz, de én nem értem. Hát a Kuiper öv tele van jeges bigyókkal, üstökösökkel, izé, ott van... ott van vannak... a hangyok bolygója körüli kis bolygója, be is ott sziporkázzák a vizet. Úgymond. Főleg, igen, meg egyébként itt a, itt a naprendszerben is a, a Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ennek mindnek vannak olyan holdjai, amik jégből vannak, olyanok is vannak, mint az Európa a Jupiter körül, hogy és sok folyékony víz van a kéreg alatt. Tehát... De erre meg az lehet a válasz, ami a vég, legvégén derül ki, amikor elpusztítja a bolygójukat, és akkor a Harrison Ford kolonel oda megy. Ugye a kisrác ezt próbál visszakozni, hogy de hát ők nem is nagyon akartak támadni. De az a lényeg, hogy megöltük őket, és elpusztítottuk őket. Igen. Ők lehet, hogy tényleg csak ismerkedni jöttek a földre, meg hogy akartak egy nyaralót a csimparazzó tetején, azt mi meg megöltük őket. Mint ahogy ezt tették, ugye pár hónapja is USA fölött keringő ufókkal, meg mindennel. De milyen érdekes, hogy ez már a harmadik, vagy negyedik, vagy nem is tudom, hajadik science fiction, amiben mindig ez a poén, hogy ezek mind tök hülyék, csak van egy, van egy irányító központi izé, egy hangya és ha azt kilövöd, akkor meghal az összes. A függetlenség napjától kezdve, ugye a legutóbb kibeszélt, a Louvre-ban lakó szörnyűségig. És nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy egy ilyen primitív faj, tehát pont ugye a Földön is, hogy az ember lett, ami egy bonyolult faj, az tudott ilyen okos lenni, hogy most már kijut mondjuk a, 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 Föld vonzás köréből. De miért gondolják azt, hogy ha mondjuk megtámadja a Földet egy, egy faj, akkor az miért egy hangyafaj lenne, amelyik primitívebb? Ők ugye egy lény. Tehát ez egy intelligens lény. Érted? Mert hogy, hogy ők gondolatátvitellel beszélnek, és oké, hogy ez több különböző kis testrész, mintha neked ott repülne a füled, meg a lábujjad, meg minden izé külön-külön, de hogy tudnád őket távirányítani. Tehát a Ez oké, de attól még itt kell űrhajót építeni. Tehát... Hát de így meg tudják, mert úgy kollektíven ezek intelligensek. Csak külön-külön hülyék. Mert lehet, hogy ez szerint a, hangy, a hangya királynő önmagában is lehet, hogy intelligens. Mondjuk annak olyan értelmes volt a tekintete a végén. Hát ezt talán az emberiségről is elmondhatjuk, nem? Talán, hogy külön-külön tökülyék vagyunk, csak úgy együtt. Igen, az emberiségről az nagyon jó, az egy nagyon jó duma szerintem, amit már nem tudom ki mondott, de nagyon jól mondta. Lehet, hogy, lehet, hogy a Dawkins nem biztos. Valami biológus nagyon jól rámutatott, de lehet, hogy a Harari, lehet, hogy a Yuval Noah Harari volt az, aki rámutatott arra, hogy veszel egy embert meg egy csimpánzt, akkor nincs olyan horribilis, brutális különbség. De hogyha összeraksz egy száz csimpánzból álló csapatot, meg egy száz emberből álló csapatot, akkor ezek kollektíve fognak viselkedni, az hatványozottan különbözik. A szervezettség, igen. igen. Igen, igen, igen. tehát hogy az az emberiségnek a nagy, nagy csoda fegyvere. Csak ez attól függ, hogy a majmok bolygóján vagy, vagy az emberek bolygóján. Hát ugye? Igen. De biztos akkor ezt kibeszéltük. Olyan deja van, csak hogy mondogassuk az idén kibeszélt filmek címeit. Térjünk, térjünk vissza még az űrhajókra, hogyha már amúgy is említettük magát az utazást, de még az utazás előtt az űrállomáson, amit leművelnek ott a, a gyerekekkel gyakorlatilag kiképzés címen. Ja, a Quidditcheznek, vagy mi. Azt nekem magyarázzátok el mert nem, vagy, vagy kimaradt valami, vagy nem jött el, tehát ez a gravitáció, ott egészen pontosan, hogy működik azon a hiperszuper űrállomáson, mert egyszer igen, máskor máskor kevésbé, Forog. és forgó van. Forog, és a közepén nincs. Mert ez a játékterem, ez zseniális, ez a nagy üvegbúra, a forgó ürenlomás közepén van. És ott sújtalanság van. Kivéve, és ez, ez már nekem is talányos, amikor Harrison Ford megnyom egy bigyót a kezében, mert akkor hirtelen vt, oda vonzódik az összes de akkor sem tűnik meg a gravitáció. Milyen mágneses megoldás Kb. volt rajtuk. Igen. De várjál, igen. ez azért fura, amit mondasz, mert ők úgy mennek be abba a gömbbe. Alapvetően csak ott kéne, hogy gravitáció legyen, hogyha kint mennél a hűső kerületén ennek a csúcsnak. De ők úgy mennek be a gömbbe, hogy addig ott van gravitáció. Mm -hmm. És csak amikor belépnek a gömbbe, ott nincs. Igen, nagyon éles az átmenet talán, az, ami szemed Így szúr. van, igen, igen ez, ez egy És hitva. hogyha átér a másik felére, tehát milyen irányú a gravitáció, mert miért nem az van, hogy eltér a másik felére, és a hátára esik le, nem, meg ja. a, nem pedig... Igen, teljesen jogos, akkor úgy kéne megérkezni, ezt képest bemennek egy csőbe, A szevasz, az hülyeség igazad van. Mert ugye van a gömb alakú izé, és az egyik oldalon van egy cső, és át kell jutniuk a másik oldalon kilógó csőbe, és mind a kettőben ugyanabban az irányban van a lefelé, ami nyilván hülyeség. Az elején lehet látni ezt a gömböt először, amikor megközelítik az űrhajóba, és akkor nézem is, hogy mi a túró az, mert egy szép üveggömb, és ott lebegnek benne ilyen kis bigyók, azok emberek, Ugye, mint kiderül, akkor éppen csinálnak egy ilyen meccset, csak csak akkor még ezt nem tudjuk, mert az az első képsor, amikor közelíti meg az űrő, és akkor mondom, jaj, de jó, hát ott van egy szabadon lebegő zóna. De való igaz, hogy ezt el van rontva ilyen értelemben, ez fizikátlan a filmben teljesen. Erről azt hiszem mond is valamit a Horizon Ford, hogy kialakították a földi gravitációt, hogy mi van, hogyha ez a ruha, mert ugye ott csak ebben a ruhában mennek, és ez a ruha az azért is érdekes, mert ha megölik ezzel a energianyaláb fegyverrel, akkor az a testrésze az nem tud mozogni. És mi van, hogyha valahogy a kezükben meg a lábukba van ez a gravitáció irány, és hogyha beérnek egy, ilyen valamibe, amerre áll a kezük rá, lábuk, arra esnek le. De mondjuk ez is hülyeség, mert nem úgy esnek le. Hát van a mágneses cipő, tudod, bette, meg van, bette, rajtad van a mágneses cipő? Igen, rajta van a bettén, ez nincs, nincs meg ez a csodálatos... Ez valami kelet-német reklám? Nem, nem, ez holló színház, vagy lárpullár. Ha, nem tudjuk. De... de akkor ez, ezen a vonalon most nem megyek tovább. Kedvenc jelenet, hogyha volt-e, volt ilyen a filmben, akkor, akkor, az melyik, meg akkor egy, egy pontozás, hogy hogyan értékelték így, hogyan összességében a, a végjáték című filmet. Szerintem jó volt ez a film. Nekem az volt a legdurvább jelenet, amikor a nagy csavar megtörtént, amikor kiderült, hogy Gratulálunk, ön valóban kiírtott egy értelmes fajt. Azért az nagyon durva, és tényleg a reakció is, és egy nagyon, tehát most erről csélünk rajta, de, de, valójában ez egy nagyon komoly, morális dolgokat feszegető film. Hát az, az könnyedén elegendő arra, hogy nem tudom, egy ember idegösszomlás kapjon, vagy nem tudom. Tehát, hát igen, ugyanannyira ez... morális kérdéseket igen, feszeget, le is kellett feszeget, mint az, amiről múltkor is beszéltünk, hogyha mondjuk gémereket összeszednek egy szobába, azt mondják, hogy srácok lamparti, és közben megkiderül, hogy egyébként ezt exo, ez, csontvázokkal ezt a harcot valahol lejátszották Tajvan mellett, vagy nem Hát tudom. itt pont ez történt, igen. Ja, ja. Így van. Volt egy, volt egy ilyen Gerald Batleres film, azt a Gamer cím, hogy ott, ott konkrétan csipet ültettek a katona fejébe, és akkor távolról a játékos irányította, mert szabad akaratod, meg magattól nem tudtál mozogni, csak hogyha irányítanak. Jó, de ha, ha távirányított gépek küzdenek, távirányított gépek ellen, az azért más, az más mint olyan. itt, amikor konkrétan egy népírtást kell, egy konkrétan éppen nem is támadó faj ellen, preventív jelleggel, tehát tényleg egy hangyaírtás történik, hangyírtás, és... Hát most közeledik ugye a nyár, és akinek Balatoni nyaralója van, ott több ilyet kell végezni, hogyha beköltöztük a darazsak. Ugye az is preventív gyilkolás, most nem? Na, tehát De. akkor, nekem a kedvenc életem egyébként engem nagyon-nagyon irritált ez az ember végig, tehát ez a... Hú, Bicska nyitogató ez a gyerek. Jé, de érdekes. Mi nem tetszett benne Ez neked? az ilyen... A méretéhez képest nagy egója? Iszonyat nagy egója volt, és közben pedig ez a egyetlen nem tisztelt senki, de ugye ezt is szerették benne. Egyszer volt olyan, amikor a saját testvére, tehát az, ez az egyetlen egy ember volt, akitől tartott. Hát nem tudom, nekem, nekem nem volt annyira szimpatikus ez a gyerek, viszont az tetszett, amikor egyszer az, az ágyába a tableten játszott, és akkor ott volt az a amikor egérrel volt, és akkor fölment az óriáshoz, hogy melyik, vagy ha kettő pohár volt benne, ilyen zöld löttyel, és hogyha az egyiket megiszod, akkor a Dreamlandbe jutsz, ugye az álomföldbe, vagy ha másikat, akkor vége van. Ebből is hogy jön az, hogy akkor öld meg az óriást? Ez a dobozon kívüli gondolkozás, gondolom, azt nézték. É, meg, el. hogy mondta is, hogy de ezt várják, tehát érted, ő mindig arra optimalizál, hogy azt csinálja, amit elvárnak tőle, mert ő már úgy nőtt föl, hogy ő parancsnoknak van képezve, tehát ő benne nincs is igazi, vég, végképp nincsen benne semmiféle hanggy, anti-hangyizmus, vagy ilyesmi, hanem hogy ő konkrétan azt mondja, hogy miért csináltad ezt, elképed a haverja, hogy hogyan lehet ilyen izé, hogy hogy jöhet ilyen szemét gondolat az eszébe, hogy kiszúrja az óriás szemét abban a játékban, és mondja, hogy azért, mert pontosan ezt várják el tőlem. Mert hogy azt várják el tőlem, hogy, hogy, sz, hogy ne a szabályokat kövest, hanem hogy szeg meg a szabályokat, és, akkor tud, és csak akkor tudsz győzni. Összességében nekem amúgy annyira nem tetszett ez a film, és Gézával értek egyet inkább, hogy Szerintem nagyon nehéz jó gyerek színészeket találni, meg nehéz dolgozni. Nekem sem jött be így az alakítása a srácnak, de lehet, hogy később felnőtt több tapasztalata lesz, és, és akkor akkor jobb színész lesz. Nekem nekem nem jött be. Kicsit így uncsi is volt, szóval, vagy nagyjából úgy untam, mint Harrison Ford, mert ő is látványosan unta szerintem ezt az egész forgatást. De az a ti bajotok, hogy nem kétszeres sebességgel néztétek meg, ez biztos, meg minden rendes. Ez, ember. ez biztos, igen. Ja. Ah, de srácok, most most veszem itt észre igazából, hogy itt a digitális térben, itt az éterben van itt egy negyedik személy is mellettünk. haló, haló, fedd fel magad, rejtél személy. It's brother, big brother. Valakinek el kell hagyni a villát. Sziasztok! <gül> <gül> Kellemes napszakot kívánok a kedves hallgatóknak, nektek is. Hát fantasztikus műsor volt ez a mai is, viszont nem csak azért vagyok itt, mert Hát ugye úgy alakult, hogy ez egy évad záró rész, és most egy kis nyári szünet következik a Parallaxisban. Viszont, ahogy azt már, ahogy azt már a műsor elején is elhangzott, tehát valaki, valakinek el kell hagynia a műsort, vagy valaki elhagyni kényszerül a műsort, inkább így fogalmazok. De még mielőtt erre rátérnénk, azért túl vagyunk 20 részen, egy újabb évadon, nagyjából azért végig szerepeltétek a, a szezont hogy éreztétek magatokat esetleg, melyik volt a kedvenc kibeszélésetek, vagy éppen hogy az, amit a legjobban utáltatok, amit én rátok erőltettem, mondjuk egy Final Fantasy, vagy valami, valami ilyesmi. Én bennem most az maradt, hogy nem adtunk pontszámot ennek a filmnek, és ezen változtatni kell. Majd a Patreon, Patreon változatban. Le, legyen, rend, legyen rend a világban. Igen. Viszont ami, ami nekem így a, a mostani évad alatt legkevésbé tetszett, hogy ezzel kezdjem. És most a Miki engem meg fog ölni szerintem, de az a csodálatos elme volt. Mert nagyon nehéz volt ö, tudományos szemmel beszélni arról. Mert az inkább, tehát az orvosnak kell lenni, pszichiáternek, de hogy így... Vagy közgazdásznak. <szerző> hát, hogy... <szerző> igen. Vagy játéken. hogy nagyon jól a táplálkoztál a tesódnak a pszichológiai Igen, tehát ezt mondom, hogy oké, persze, csak, csak hogy... Nekem, nekem magasan az Oppenheimer volt az utolsó évadból. Nekem a tavalyi évben az volt a, talán a number one legjobb, legjobb film, amit láttam a tavalyi felhozatal során. Hát nyilván Christopher Nolan az, az nálam az úgy mindig kötelező mozis téma, de önmagában is szóval az, hogy egy ilyen, hát gyakorlatilag önjelenetrajzi filmre ennyi pénzt kapjon, és ilyen megvalósítással, milyen színészekkel, nekem az az, az, az volt magasan legjobb a évből. Plusz egyébként szerintem az évadot a nópa kezdtük, nem? Nem, ezt az évad, az egy korábbi évadban volt, ezt az évadot, mert pont ezt akarom mondani, hogy azért vegyük észre, hogy a magyar űrhajós programmal, a hunor programmal kezdtük Tényleg, az évet, igen. és... Tényleg, és most azzal is fejezzük be, milyen stílszerű, Ó, hogy itt a kaputi éppen ma értek. Bizony bizony, 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 bizony. Viszont nem tudom, gondolom már kíváncsiak vagytok, hogy melyikőtöknek kell elhagyni a villát. Igaz, kedves, kedves kollégák? Tűkön ülünk. <laughs> amikor az Ádám ujjainak a hegye hozzáér a mappához. Akkor a szavazás lezárom most. A, ja, akkor meg csak a szavazás zárul ja, de, még a, de még a Patreonon tudtok szavazni, a feliratkoztok, akkor még uh, tudtok szavazni. Visszamenni. igen, és egy Feynman Rádió valamit múlt Igen, mert ez egy olyan meg. podcast. Vissza, visszaküldhetitek a szavazatokat. És, és, a és, a és ez a podcast de. is a, a télidőnnek egy olyan szeletében uh, létezik, ahol, ahol annak uh, úgy változik a műsor végkimenetele, ahogy utólag szavaztok majd visszamenőlegesen az időben. Ja, ilyen kalandjáték kockázat szellemben kettő vagy három alternatív évadot gyártunk le előre, és az kerül műsorra. Káram, úgyhogy a podcastnek a végére nem lehet ilyet tenni, mint tudjátok, hogy vannak ilyen videó megosztók, hogy most mi történjen, hogy kit szavazzunk és akkor rá lehetne az menni az, az, az ember az. fejére. Hát az nem tudom, hogy a kedves hallgatók szavaznának, akkor kit szavaznának ide, ki, hát akkor itt ilyen fájdalommal megtörszívvel be kell jelentenem, hogy Barkóci Norbi az, aki nem folytatja tovább ezt a játékot velünk. Ez egy baráti elvállás, de erről inkább beszéljen akkor Norbi. Igen, sajnos sajnos meg hozni ezt a döntést. Magánéletemben bekövetkező változások miatt már nem lesz sajnos ennyi szabad időm, hogy tudjam ezt igazából olyan szinten, meg olyan minőségbe folytatni, amit megérdemel a Paralaxis univerzuma. Úgyhogy hát fájó szívval, de, de én meghoztam ezt a döntést. Egy biztos, hogy, hogy ez egy élmény volt, ez egy ilyen másfél éves szakasza az életemnek, és hát meg kell mondjam, hogy, hogy rengeteg mindent tanultam az elmúlt időszakban, Mikitől, Gézától is, és... Um... Podcast, ha hogyha van ilyen, hogy podcastolási képességem is, én nagyon remélem, hogy fejlődött az elmúlt időszakban, és egy-egy um, hatalmas élménnyel fogok erre az időszakra visszatekinteni. Mondtad, hogy elkezdted mondani, hogy egy biztos, és azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy egy biztos, én a következő podcastben nem leszek itt. <laughs> Mert hogy ugye ez a, ez a ez az elköszönésed. Viszont a kedves hallgatóknak még azt azért elmondom, hogy mivel a Parallax és Univerzumban vannak műsorok, amiknek a felvétele jóval a premier előtt megtörténik, ezért még téged két műsorban mindenképpen hallhatnak. Lehet, hogy többen is, hát most nem mernék. De nekik jönnek holdra szállni. Hát holdra, azt még nem tudjuk, mert messzi az időpont, de ha minden Aa igaz, a holdraszállás kapcsán István, Géza és te fogjátok ezt a holdraszállást vezetni, de ezt nem tudjuk még megerősíteni és cáfolni sem. Csak azért, csak azért, csak azért, de most már, hogy a Norbi lelép, elmondhatjuk, hogy egyébként a Norbinak egyébként is volt egy kikötése, ő élő műsort nem vállalt, mert az egy magasabb gázsi fokozat. Mondjuk ez egy okos, ez egy egy okos dolog. Hát figyelj, Miklós, itt a Parallax és Univerzumban nem mindenki teheti meg, hogy ilyen sztár alőrjei lensznek, szerintem gondolkodjál el, Miklós. <laughs> Csinálunk majd egy élő közvetítést a holdra szállás 55. évfordulója tiszteletére. Tehát élőben fogjuk közvetíteni az 55 évvel korábbi videóra, de mi élőben a YouTube-on mondjuk a te fejeinkkel. Tehát nyilván ilyen értelemben ez egy öngyilkos üzéje, mert az 55 évvel a videóhoz előre is felvehetnénk az okosságainkat, de nem, nem. Még szeretjük kihívni a sorsot magunk ellen. Még találkoznak a Norbi hangjával és vele itt a Parallax és Univerzum csatornáin, ezután a műsor után is, mert egy médiazabálókban és egy szemben még biztosan szerepelsz. Ebből már a vágyszemet felvettük, a médiazabálókat még nem. Úgyhogy itt most már három adás óta, vagy két adás óta búcsúzkodunk a Norbitól, úgyhogy időben valójában ezt veszük a legkorábban, ez lesz a középső megjelenés, az lesz a legkésőbbi felvétel, de az lesz az első megjelenés, szóval, hogy egy ilyen idődilatációs katyvaszban, viszont hát azért el kell, hogy mondjam, hogy a, a Parallaxis Univerzum vezetőjeként is, hogy hát Norbi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mi is tanultunk tőled, remek-remek műsorvezetője voltál a csapatnak, és felelősszerkesztője, és közreműködője, és a Parallaxis egyik meghatározó személyisége, úgyhogy ahogy már egy másik műsorban ezt elmondtam, vagy fogom mondani neked, hogy hát bármikor visszavárunk, úgyhogy, úgyhogy mindig a Parallaxis családtagja leszel. Hát nagyon szépen köszönöm, és egy élmény volt. És mielőtt még itt teljesen elbúcsúzom, bár nem akarom elvenni még Norbi kenyerét, de azt azért elárulom a kedves hallgatóknak, hogy majd az évad nyitóban egy új különleges, eddig nem megszokott, vagy eddig nem látható, hallható felállásban érkezünk majd, ugyanis majd a Évagy nyitó adást, azt Rékával, Francia Rékával, Vince Miklóssal és velem hallgathatják majd a, majd a hallgatók, úgyhogy én itt elbúcsúzom tőletek, a kedves hallgatóknak is további kellemes podcast hallgatást kívánok nektek, meg jó műsort, illetve hát a patronálóknak majd jó további hallgatását ennek a fantasztikus parallax és évadzárónak, úgyhogy sziasztok! Köszi Ádám, így van, ahogy említette is Ádám, augusztus 28-án szerdán lesz a Paralaxis Podcast 8. évadának nyilvános bemutató és a Mélység titka című 1989-es filmről lesz majd szó. A csütörtöki nyilvános podcast megjelenések, tehát a Szokolébresztő Podcast változat és a Paralaxis Podcast, illetve a nyári szünetben hallható Hello Pajti című műsorok szerdára kerülnek át, tehát mostantól hétfőn, szerdán és pénteken lesz új podcast megjelenésünk. Mert hogy a nyári szünetben június 19 és augusztus 14 között a Paralaxis Retroverzum Hello Party című Night Rider podcastje hallható majd a so szokolébresztővel felváltva két hetente, Gizur Gergővel, Dankó Dániel Tiborral és Horváth Ádám Tamással. És ahogy már említették a srácok, az évek során sok legendás eseményt közvetítettek már élőben, de talán semmi sem hasonlítható ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor az emberiség először lépett a hold felszínére. 1969. július 20-án milliók figyelték az eseményeket, most pedig a Paralaxis Podcast csapata vállalkozik arra a különleges feladatra, hogy az 55. évforduló alkalmából időn és téren át újraélhessük az Apollo 11 küldetés legizgalmasabb pillanatait és azokat a kislépéseket, amiket még mindig hatalmas ugrásnak tűnnek az emberiség számára tehát Paralaxis élőben a youtube.com per Paralaxis csatornán. Aki szeretné a Paralaxis Podcast lényegesen hosszabb, különleges változatát Premier előtt hallgatni, annak nincs más dolga, mint előfizessen a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én Barkóci Norbert voltam. Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.